Hát akkor hello mindenkinek, itt egy újabb random csata, újra Egg Pantherrel, csak hogy változatos legyen, de most más pályán. Úgy látszik most, hogy egyedül vagyok, nincsen szakasztársam. Jó dolog szakasztársam menni most a szépen meg, mert előző csatában is hát ketten majdnem az összes tankot mi ketten öltük meg. Tehát mégis, tehát egyel kevesebb noob van a csapatunkban, konkrétan ez a szakasztárs. Hát akkor kezdődjön is ugye a csata. Úgy látszik, hogy kicsit laggoltam. Tehát akkor ugye nem szeretek ezen a pályán, főleg egy gyors TD-vel elmenni ugye ebbe az irányba, mert bármilyen irányba tudnak lőni, tehát szinte végtelen a tank. Hogyha gyors a TD, akkor nyugodtan be lehet menni szerintem a városba. Majd meglátjátok, hogy mit lehet csinálni. Itt látszik, hogy elmentek ugye jobbra is, balra is, tehát azért viszonylag szépen elosztottuk a dolgokat. Leopárd együnk pedig elment meghalni. Azért látszik, hogy piros játékos, tehát érthetjük, és sajnos mire rászűkültem a lag miatt, vagy pontosabban mire a lagtól rá tudtam célozni az IS-re, már megölték. Hát T-29 BDR is követi a Leopard példáját. Főleg, hogy középen se véd senki, tehát eléggé buták voltak. Az ellenség már rá is reagál, T-29 már jön is, szerencsére még tartják, úgyhogy nem tudtak mögéjük menni. És én meg úgy döntök, hogy akkor elindulok kiebb. Hát ha a erről a részről akarnak mögéjük, vagy na erről a részről akarnak mögéjük menni, és igen, T-25-2 közben kijött. Kapott is egy lövést, az AT is kijön, az is kap egyet. Hasát akartam lőni, hát sajnos nem találtam el, de hát a javítója készlete is. Elment neki. Legalább. KV3 pedig tudja, hogy itt baj van, és hogy nem mer kijönni. Ha kijön az, rá célzunk, úgy csípőből szépen átlőjük KV3-at. Úgy látszik egy lövést bevállalt. Ez a kettő mások? Igen, tehát ez, szerintem azzal nem számolt, hogy én betöltök, mielőtt vissza tudnak bújni. Hát és igen, hát itt az E szektorban meg is haltunk. És jön rám ugye az AMX és társai. De szerencsére mi tőlünk bal oldalról az AMX, mi AMX-ünk lövi őket, tehát nagyon nincs lesz. Arti az kinézett magának. Szerencsére nem találtál el. Bár mondjuk az a Crusader annyira nem veszélyes Arti. És azt is hozzá kell tennem, hogy azért ez a J-Panther sem annyira érzékeny az Artikra. Tehát ritkán lőnek ki egy lövésből. Hát ugye itt a templom mögött szépen állunk, tudjuk lőni a ellenséges tankokat. Szerencsére bal oldalon van két nagyon jó játékos, aki ugye fogja őket. Ez a két ugye nagyon rossz helyen halt meg, mert tökéletes fedezéket ad az AMX-nek. Majdnem tökéletes fedezéket ad az AMX-nek. AMX úgy döntött, hogy visszalő. Igen, az IS-ünk az elfutott onnan. Fogalmam sincs miért. Hát gondoltam, hogy piros játékos mondjuk. De hozzákeltem, hogy egy tényleg nagyon szépen fogta az oldalt. AMX kijön, mi AMX-ünk kilövi, és akkor most mehetünk az IS-nek a hátába. 124 HP, hát ez ugye nem nagy. Á,
HP, hát ugye. Azért ennyi HP-val jó játékos nem megy ki ennyire előre. Mert hát a csapatból bárki kilőtte volna. Talán az E25 meg a Leopard nem. De hát ők már halottak. És igen, itt most elmehetek jobbra is, balra is. Kérdés az, hogy ugye a speciál hol van. De hát igen, láttuk, hogy az már nem jött ide, úgyhogy az ilyesnek a hátába megyünk. Még nincs meg az a módban, mutatja, hogy merre néz. De hát ugye úgy fejbe lőjük. Elég keveset sebeztem rajta, nem is rám fordul, de mi ilyesmi kilövi. Valószínűleg betöltöttem volna amúgy. Jövett rám lő, és akkor itt megint van egy kis csata. Ugye mindig a kevesebb HP-sat, tehát az egylövéses tankot kell kilőni ilyenkor, mert itt csak a T29-el kell foglalkozni a KV-3-unknak. Kapott is egy lövést, a T29, és kilőtt az ilyesünk, jól van. Azon kívül, hogy egyszerűen nagyon elfogadott az ilyesünk, jól játszik ahhoz képest, hogy piros, lehet, hogy csak kevés játéka van, és azért. De most kíváncsiak, meg is nézem. Hát 3000 csatával már illene megtanulni játszani, de hát most ezt elnézzük neki, na. Ezen a meccsen jól játszik. És akkor én úgy döntöttem, hogy elmegyek az Arctic-ért, mert hát miért ne? Azt az egy KV-3-ot már levadászták 4-en. Ugye itt két helyen szoktak lenni az Arctic, vagy szembe. Itt, vagy itt benne a sarokba, hát mivel látom, hogy szemben is senki oda bejött a sarokba, és az egyik arti belém is lőtt egyet, úgyhogy nem látom. Kilőttem, nem nagyon érdekelt, és akkor már csak a 122 van. Hát itt megint kilőttünk, úgyhogy nem láttam, hát úgy látszik, hogy láttam valószínűleg őket, csak a csata nem mutatta. Hát akkor köszönöm a figyelmet. Szervusztok!